Ahogyan az egy Nyíregyháza Debrecen mérkőzésen megszokott, szép számú néző előtt feszülten kezdtek a csapatok. A vendégek nyugodtak meg előbb, az első negyedet 25-18-ra nyerte a Debrecen. A második 10 percben is dominált az elmúlt hetekben megerősített hajdúsági gárda, amely 16 pontos előnnyel vonulhatott a nagy szünetre. Később sem változott a játék képe, a különbség fokozatosan nőtt, többek között a tavaly még nyíregyházi színekben szereplő Kósa Tamásnak köszönhetően, aki hatékonyan tüzelt a 3 pontos vonalon túlról. A meccs végére csak az maradt a kérdés, hogy eléri a 100 pontot a Debrecen, végül egy triplával, ez is sikerült, a hazaiak számára pedig maradt a vereség és a csalódás, hogy a keddi Hódmezővásárhely elleni jó játék után nem tudtak nagyobb ellenállást kifejteni a bajnoki cím várományosa ellen. Szerintem a fiúk kicsit megijedtek a Debrecentől, és nem olyan sebessége játszottunk, mint a keddi mérkőzésen, és hát ez lett belőle. Pluszban még azért kaptak egy kis játékvezetői segéletet is, és csalódott vagyok azért. A vendégek edzője a győzelem mellett annak is örült, hogy a Nyíregyházáról érkezett kosarasok is kivették a részüket a debreceni sikerből. Vannak olyan játékosok, akik Kósa Tomi elsősorban, aki nyíregyházi kötődésű, illetve Lajsz Gergő is játszott itt. Ez egy külön pikantériát adott nekik, de nagyon örülök annak, hogy például Kósa Tomi ilyen jól szerepelt, mert látszott rajta, hogy neki sokat számított. Fazekas Csaba 14 pontot szerzett a mérkőzésen. A fiatal játékos is csalódott volt a vereség miatt. A meccs elén úgy gondolom, hogy azért még viszonylag jól tartottuk magunkat. Azért látszott, hogy a Debrecennek sikerült új játékosokat, akik ráadásul jók, igazolnia. Sajnos nem tudtuk azt a meccsritmus hozni, amit kedden sikerült a Hódmezővásárhely ellen. Úgy gondolom, ez egy jó tanulság volt számunkra, és a továbbiakban ezekből tanulni fogunk. A forduló további eredményei a következők: Budapesti Honvéd Maszk 2-72-65, Nagykőrös Békés 81-93, Óbudai Kaszások Sargú Tarján 80-70, Hódmezővásárhely Eger 88-68 és Miskolc Tiszaújváros 87-82. A tabella élén a Hódmezővásárhely áll 10 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Miskolcot. A 6 győzelem mellett 6 vereséget begyűjtő Nyíregyháza Blue Sharks a 6. helyen várja pénteki tiszaújvárosi vendégjátékát.